Az üveg bűvöletében nyílt 4 napos rendhagyó kiállítása Nagyné Antal Juditnak a 11. kerületben. Régóta dédelgetett álma volt, hogy tanítványaival együtt mutassa meg gyönyörű alkotásait. 30-32 tanítványom állított ki, nem mindenki vállalta, hogy szívesen bemutatja a munkáját, de akik jelentkeztek, azoknál úgy csináltuk, hogy többet megnéztünk, több munkájukat megnéztük, és akkor úgy válogattam, rám bízták egy kicsit, hogy izgalmas legyen, és mindegyik egy kicsit más és más legyen. Vannak itt olyanok, akik már túlhaladtak engem, olyan gyönyörűen dolgoznak. Több stílus van, és több üvegműves technológia van bemutatva. Van lámpagyöngyös, aki csak azzal foglalkozik, ékszereket csinál, de gyöngyöket. Aztán van olyan, aki Tiffany dolgokat, képeket hozott, még egy lámpa is sikerült, hogy bekerüljön a vitrínbe. Aztán az öblös üveggyártás, amit én sajnos nem tanítok. Van olyan tanítványom, aki nálam kezdte, és végül Parát Sasváron fejezte be, és csodálatos vázákat csinál. Ők a legprofibbak, ha mondhatom, de neveket nem fogok mondani direkt. Judit rózsavölgyi műhelyében bárki megtanulhatja az üveg megmunkálásainak különböző lépéseit. 5 technika van, ami egymásra épül. És pont azt szeretném bátorítani a tanítványokat is, meg én is úgy dolgozom, hogy ezeket a technológiákat, ami a mozaik, a fusing, az üvegolvasztás, a lámpagyöny technológia, a Tiffany technika, a microfusing box, tehát mindegyik, ez egy-egy üvegművészeti stílus, ezeket keverni kell. Pont attól lesz izgalmas és érdekes egy munka, hogyha nem csak egyfajta képen tudja megjeleníteni, amit szeretne. Volt olyan, hogy az egyik tanítványomnak a pólóján volt egy tájkép Olaszországról, hogy ezt ő úgy szereti. Tudod, mit mondom, megcsináljuk üvegből. Ezt? Mondom, ezt. Tehát nagyon sok mindent, van, amit mozaikkal lehet megjeleníteni, van, amit olvasztásos technikával, van, amit Tiffanyval. És akkor ezt így megrajzoljuk, kitaláljuk, és ötvözzük ezeket. Nagyné Antal Judit 17 évvel ezelőtt ismerkedett meg az üveg különböző megmunkálási folyamataival. Bárcsak előbb került volna utamba, ez az öntörvényű, rideg és mégis csodákra képes amorf anyag. Ez az idézet a bemutatkozó plakátján volt olvasható a kiállításon. A legtöbb munkaóra az itt látható lámpák közül a Fabergé tojásban van. Hát ezt bevallom őszintén, hogy 2 évig csináltam, mert ezt nem csak azért, mert nagyon picike darabokból van, kiskörömnyi darabokból szinte, és több száz darab, és 6 szegmensből, hanem elég nehéz összeállítani, mert 2 lámpát kell egybe, 2 gömblámpát kell egybefordítani, és úgy kell összeforrasztani, és bizony úgy volt, hogy félretettem egy kicsit, negyede meg volt megint, ahhoz nagyon sok idő, nem tudom megmondani, most azt kérdeznéd, hogy hány munkaóra, én azt több hónap. Inkább így mondanám, napi 6 órával. A csodaszép lámpák mögötti falat üvegképek díszítették a galériában. Én nagyon szeretem Gustav Klimtnek a munkáit. Ugye ő a bécsi szecessziónak nagymestere volt, és azt megjeleníteni csak úgy szabad, ha eléje írjuk, hogy Gustav Klimt, hogy visszaadjuk azokat a színeket, azokat a formákat szinte tökéletesen, különben nem lehet odaírni, hogy annak a képnek a másolata üvegből. Azok a legizgalmasabbak, ahol festés is van benne, egy kis Tiffany is van benne, egy kis olvasztás is, de ezt tanítom is egy-egy képben, mikor csinálnak egy képet, na azt a rózsát olvasszuk le, és úgy tegyük bele, hogy arra predesztináljam én a hallgatóimat, hogy igenis, bátran nyúljanak az üveg megmunkálásnak több szegmensébe. Judit életében egy új szerelem, az Art Deco jelent meg, mely új kihívások elé állította a művésznőt. Kivágni üvegből nehéz, mert olyan ívek vannak,
de nagyon izgalmasan meg lehet jeleníteni. Ott is van olyan Art Deco kép, amelyik nagyon nehéz, tehát üvegfűrész kellett hozzá, hogy úgy kivágjuk. Van olyan, amelyik olvasztásos technikával van keverve. Izgalmas. Nagyon érdekes. Tehát lehet modernül is dolgozni üveggel, nem kell a szecessziót visszahozni. Van retro lámpa, van modern lámpa, van Macintosh lámpa. Most nincs minimál stílusú lámpa itt nálam, de nagyon szívesen csinálok olyan lámpát is. A folyamatos tanítás mellett mindig dolgozik valamint Judit. Egy csodálatos Klimt kép, amit szeretnék úgy megcsinálni, hogy 3D-sben, tehát egy olyan olvasztásos technikával, meg lámpagyöngy technikával, hogy a kép festve is lesz, és utána pedig a különböző virágok és a legyezője a nőnek, az ki lesz a képből 3 dimenzióban, teljesen kiemelkedik a képből. Nem jutott már rá idő, félig van készen. Ha valaki szeretne megismerkedni ezzel a művészeti irányzattal, a juditglass.hu oldalon minden információt megtalál.